Boldogság kék madara. Kerületben élő anyukák sütöttek nagyon-nagyon finom süteményeket, és felajánlották nekünk, hogy kínáljuk meg a Ferencvárosban dolgozó embereket. Bemegyünk. Most először bemegyünk a ruhatáros nénikét, fogjuk meglepni, és oda fog leszállni a boldogság kék madara. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Itt van az élményfutár. Örülünk neki. Ismerik az élményfutár? Még nem, de... Évek óta mindig jár az élményfutár. A boldogság kék madara mindig leszáll valahova, és most az STK-ba szállt le. És a kerületben lakó anyukák sütöttek nagyon finom süteményeket, és azzal fogjuk önöket megkínálni. György is sütötte, az Angyal utcában lakik, és nagyon boldog karácsonyt és boldog új évet szeretne ezzel kívánni önöknek. Hát, mi is boldog karácsonyt kívánunk. Elfogadsz tőlünk egy finom süteményt? Igen. Igen? Velencei Ágnes a József Attila lakótelepen lakik, és ő Tarka piskótát sütött. De majd csak később eszem meg, ha valami jöttem. Jó. Köszönöm szépen. Tarka piskóta. És azt szeretnénk kérdezni, hogy tudnak-e boldog pillanatot mondani erről az évből? December 22-én költözöm az új házamba. És önnek is volt boldog pillanata? Nekem ilyenkor, amikor például kedvesek az emberek egymáshoz. Igen. Ami ritka sajnos. Nekem volt. Ebben az évben vagyok olyan párkapcsolatban, amiben mindig kellett volna lennem. És régóta ismerték már egymást? Igen, évek óta, csak nem volt olyan jó későn, mint sose. Kellett volna fiatalkorban ilyen évet, amit ebben az évben megértem. 83 éve. Még ilyet nem értem. Ilyen kedvesek. Kinek lehet megköszönni? A Ferencvárosi Közösségi Alapítványtól vagyunk. Tetszik ismerni azt a mesét, hogy a boldogság kék madara? Mindenhol keresik a boldogság kék madara? Tessék elképzelni, ide szállt le a boldogság kék madara. És most én úgy érzem, hogy most, hogy így találkoztunk, ez a boldogság pillanat megszületett. Én is úgy érzem.